Hajrájához közeledik a bajnokság alapszakasza, így már minden meccsnek kiemelt jelentősége van. A nyíregyháziak a legutóbbi fordulóban nagy lépést tehettek volna már biztos bennmaradás jelentő 10. hely megszerzése felé. Hiába vezettek azonban az Zalaegerszeg ellen egészen a Hajráig, a vendégek végül 78-76-os győzelemmel távoztak a Continental Arénából. Pető Ákos vezetőedző csapata a palánk alatti játékában látta a vereség okát. Egyértelműen a támadó lapattanúzás volt az egyik, illetve a másik, hogy nagyon vissza tud esni a teljesítményünk biztos vezetés tudatában. Nem hiszem, hogy ez elbizakodottság lenne, inkább egy kis koncentrációhiány okozza, és utána már nehéz visszakapaszkodni, tehát mindenféleképpen a hullám völgyeinket kellene megszüntetni, hiszen meg tudjuk mutatni, hogy tudjunk nagyon jól is játszani, tehát azzal nincs gond, kicsikét a hullám völgyeket nem szabad ilyen mélyre engedni. A nyíregyháziak egy héten belül két egylabdás meccset játszottak. Szolnokon egy ponttal győztek a cápák, a Zete ellen viszont kimaradt az utolsó hazai dobás. Bajó Bruno optimista folytatást illetően. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű meccs Szolnokon. Oda mentünk, szerettünk volna úgy játszani, ahogy azelőtt tettük, csak a végjátékban jobban koncentrálni, és ez sikerült is, meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést. Nagyon örültünk neki. Azt is tudtuk, hogy utána nagyon jó lenne, hogyha megvennénk a Zalaegerszeget, mert akkor le tudnánk őket szakítani, sajnos ez nem sikerült, egy egylabdás meccsen kikaptunk. Igazából ezt magunknak köszönhetjük, de mondhatjuk, hogy balszerencsénk is volt, mert a végén egy üres dobást kihagytunk, úgyhogy ezután most mennünk kell tovább, és következik az oroszlány. A tabella élén a Szombathely áll 19 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 15 hetes mutatóval rendelkező Szolnokot. Az oroszlány a 10., a Nyíregyháza pedig a 11. helyen várja a pénteki meccset. Vendéggyőzelem esetén a két csapat helyet cserélne a tabellán. Egy nagyon erős hazai pályájuk van, szurkolók által megtámogatva, bár ide azt mondom, hogy hullámzóan teljesítenek otthon, de ennek ellenére veszélyes csapat, hiszen nagyon tapasztalt játékosaik vannak. Itt válogatott játékos a Ruják András vagy Molnár Márton személyében, aki kicsit döcögősen kezdte a szezont, de az utóbbi időben már kezdőben kapott szerepet, illetve az Iring személyében van egy nagyon stabil irányítójuk, aki bár fiatal, nagyon sok bajnokság már megfordult, ami fontos, hogy a palánk alatti területet uraljuk, és nem szabad azt megengedni, hogy lepattanóban felülmúljanak minket, akár támadó, akár védő oldalon. A 23. forduló eddigi eredményei a következők: Szolnok körben 83-71, Atomerőműese Szombathely 65-82, Szeged Deac 198, Albafehérvár Kaposvár 96-92, Kecskemét Sopron 91-71 és Pécs Zalaegerszeg 77-68.